Az országjáró tanoda célja a festészet élményének átadása. Programjaikat hobbifestők, próbálkozók, fiatalok és idősebbek, nők és férfiak egyaránt látogatják. Kanizsán is többen ragadtak ecsetet olyanok, akik az általános iskolában alkottak utoljára festékkel. Nagyon régóta foglalkozom így, így képzőművészetekkel, rajzolással, mindenféle technikákkal. Hát valahogy a festészet az kimaradt, és pont ezzel próbáltam pótolni ezt az egészet, hogy, hogy, hogy talán, talán így közelebb visz egy kicsit a megoldáshoz, hogy hogyan lehet szép képeket festeni. Az alkotók akril technikával dolgoztak, és két téma közül választhattak de itt 3-4 óra alatt egy elég aránylag rövid idő alatt megfesteni egy látványos képet, amit utána fölakaszthat a falra, vagy odaadni ajándékként, és közbe élvezni is a folyamatot, mikor közben alkot. A résztvevők megismerhették a színek összekeverését, a különféle technikákat, illetve a festmények logikai felépítését is. Az elkészült képet pedig hazavihették az alkotók.